Szervezettel és tisztelettel köszöntöm a sajtóképviselőit a szokatlan helyen, ugye egy sajtótájékoztatót vizsgálatokon adott helyszínen, vagy egy telepen, vagy egy üzemben, vagy egy akárhol intézetben tartani, de ennek megvan az aktualitása, hogy miért tartjuk most ezt a sajtótájékoztatót. Szeretném a tájékoztatón résztvevőket bemutatni, aki még talán nem ismeri, mivel új szereplők a szentesi és szentes térségi egészségügyi életben. Dr. Kalmár Mihály urat, a Tudi István Kórház főigazgatóját, illetve Dr. Surányi Anitát, a új tiszti főorvos asszony. Ő még kevésbé volt, neki kevésbé volt alkalma önökkel találkozni, de itt a lehetőség, és szeretném nagy tisztelettel ajánlani az önök figyelmébe. A mai sajtótájékoztatónak két fontos bejelentése van, és két fontos információ csomag kerül az önök birtokában. Az első, és nem véletlen, hogy itt vagyunk Szentesen, a Gyógyfürdőben, ez pedig nem más, mint a Csongrád megyei kormányhivatal és a Szentes Járási Tisztiorvosi Népegészségügyi Intézet határozata alapján hosszú-hosszú egyeztetés és együttműködés, és az új vezetőknek ezt azért szeretném megköszönni a munkáját abban és együttműködését, hogy megfelelő kormányzati támogatás útján eljutottak odáig, és eljutottunk közösen odáig, hogy 2013. augusztus 30-ai határozattal gyakorlatilag ismét a Szentesi Gyógyfürdőben, amely ugye a kórháznak a felügyeletében és kezelésében van, lehetőség lesz ismételten a gyermekek oktatására és a gyermekek fürdőben való megjelenésére. Ez én mondhatnám azt, hogy hosszú hónapok óta fájópontja volt a szentesi embereknek, a szentesi családoknak, de átérezve ezt az igényt és felülkerekedve a bürokrácia útvesztőjén, éppen ezért nagyon fontos történetnek vagyunk most is pillanatnak a tanulni, hogy ezt önöknek bejelenthetjük, és gyakorlatilag akár hétfőtől már, ha minden igaz, akkor erről részletes információk után, amit majd főorvos asszony önöknek el fog mondani, már itt a fürdőben akár a gyerekeknek az úszoktatás el is kezdődhet. A másik fontos bejelenteni valóban szintén egészségügyel kapcsolatos, mivel az egészségügy, azt tudjuk, hogy a Fidesz magyar polgári kormánynak egy fontos kiemelt kérdésköre, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az egészségügyben, a közellátásban, közgyógyellátásban megfelelő módon a korábbi hiányosságokat pótolva, korábbi hanyagságokat úgymond felhagyva, de lehetőséget biztosítsunk mindenki számára, hogy az egészséges életmód megőrzése és természetesen a gyógyítás és a különböző gyógymódok alkalmazásával minél hamarabb visszakerülhessen minden beteg az egészséges emberek közé. De ezt meg kell előzni egy szűrésnek, ha fogalmazhatok így, mivel a térségünkben Dr. Tudi István Kórház és a Gyerekekházi Önkormányzat közösen egy pályázat útján egy egészségügyi szűrő rendszernek a kialakítására nyert pályázatot, amely a térségben élő embereknek egy fontos lehetőség lesz, és megfelelő ellátást is fog tudni biztosítani. Erről is majd a főigazgató úr remélhetőleg önöket részletesen fogja tájékoztatni. Tehát azt gondolom, hogy ez a két bejelentés, ami a térségünkben élő emberek számára nagyon fontos, ez feltétlen önöken keresztül szerettük volna a közvéleménnyel, a Szentes és térségének a lakosságával megosztani. Éppen ezért én az első körben tiszti főorvos asszonyt kérem meg, hogy a határozatát, a határozatukat ismertesse. A Csongrád megyei kormányhivatal, Szentes Járási Hivatal, Járási Népegészségügyi Intézete örömmel tájékoztatta a Szentesváros közösségét, hogy a kérdőtettek szoros együttműködésének eredményeképpen a Dr. Tudi István Kórház gyógyfürdő és nappali kórház udvari medencéjét 2013. augusztus 30-ától ismételten igénybe vehetik a 14 év alatti gyermekek. A Csongrád megyei Dr. Tudi István Kórház főigazgatója Dr. Kalmár Mihály kinevezését követően felvette intézetünkkel a kapcsolatot abból a célból, hogy a gyógyfürdő szolgáltatásait a 14 év alatti gyermekek számára újra elérhetővé tehessék.
hiszen a szentesi lakosság részéről ez már egy régóta élő igény, hogy a családok szeretnék együtt használni a gyógyfürdőt, és nagyon sok kisgyermek régebben is itt tanult meg úszni, és ez az úszásoktatás újra lehetővé váljon a gyógyfürdő keretein belül. Ez a törekvés találkozott a Csongrád megyei kormányhivatal szentesi járási hivatalának azon szándékával, hogy a szolgáltató a közigazgatás eszközeivel igyekezzen valós problémák megoldásait megkeresni. A közös munka során, melyben bekapcsolódtak a Csongrád megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv munkatársai is, elsőként a dr. Bugyi István kórház szervezte át gyógyászati tevékenységét a fürdőben, kivonta a gyógyfürdő udvari medencéjét az egészségügyi ellátásból, ezt követően pedig a fürdő üzemeltetési utasítása került átdolgozásra. Módosították az udvari medence vízellátását és vízkeverésének módját. Ennek eredményeképpen ugyan a medence továbbra is tartalmaz gyógyvizet, de olyan mértékben változott meg a vízösszetétele a medencének, hogy az érvényes jogszabályoknak megfelelően a 14 éven aluli gyermekek is nyugodtan fürödhetnek benne. Ezt az üzemelési szabályzatot mi megvizsgáltuk, szakmailag megfelelőnek tanáltuk, és határozottan jóvá hagytuk. Ezt követően a Csongrád megyei dr. Bugyi István kórház főigazgatója dr. Kalmár Mihály kérelmet nyújtott be hozzánk, hogy a 14 éven aluli gyermekek újra használhassák a medencét, és mi a legnagyobb örömmel engedélyeztük ezt 2013. augusztus 30-án kiadott határozatunkban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm én is megjelent vendégeinket, képviselőt és főorvosnőt, és a sajtó megjelent munkatársait. A gyógyfürdővel kapcsolatosan azt lehet mondani, hogy a képviselő és a főorvosnő majdnem kimerítette a híreknek a lényegét, tehát a lényeg az, hogy megkaptuk azt az engedélyt a tisztorvosi hivataltól, hogy 14 éve aluli gyermekek újra jöhetnek a gyógyfürdőbe, két medencét használhatnak a gyógyfürdőn belül. Az egyik az udvari medence, a másik pedig a kupolán belül van egy hüvelyes medence, amiben nem gyógyvíz van. Még jelen pillanatban lehet, hogy egyszer eljön az a pillanat, hogy ott is hideg víz lesz, de gyógyvíz lesz, a hideg víz is, majd ezt később ismertetem. Tehát két medencét újra használhatnak a 14 éven aluli gyermekek, és természetesen igények szerint, ahogy a képviselő is mondta, még ezt tárgyalások fogják követni, hogy mely iskolák, mely intézmények kívánják ezt a hír bejelentése után, vagy meghallás után igénybe venni. Azt hallottuk, hogy nagy igény van a városban, erre nagy igény is volt, tehát nagyon sokat, még nekem is van olyan ismerősöm, aki gyermekkorában itt tanult meg úszni, egyetemi társam, aki mesélte azt, hogy még gyermekkorában a szentesi gyógyfürdőbe tanult meg úszni. Nyilvánvaló, hogy amikor megkerestük a tiszti orvosi hivatal azon a kéréssel, hogy hogyan lehetne egy kicsit változtatni azon, hogy bejöhessenek a gyerekek, a felelő feltételeket teljesíteni kellett a kórháznak ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, és ahogy elmondhatta a főorvosnő is, a kinti medencét úgy kellett keverjük hideg vízzel, hogy az ne váljon gyógyvízé, tehát a gyermekek nem mehessenek el a medencébe fürödni. Nyilvánvaló, hogy a kórházat valamilyen formában ez anyagilag is egy kicsit terheli fogja, egyrészt személyzet szempontjából mindig kell, gyerekek mellé felügyelet, másrészt két hetente kötelező a kórháznak a vízből mintát venni, bakteriológiai mintát venni, két hetente megérkezett eredményt, ezt pedig ki kell függesszük a bejáratra, és akkor a érkező vendégek látják, hogy a medencében levő víz negatív baktériumot tartalmazták, nyugodtan jöhetnek a gyermekek fürödni, illetve minden nap ezt a medencét, egyébként minden medencében ugyanezt tesszük, de le kell engedni, ki kell takarítani, tehát ez is feladata a kórháznak, hogy ezeket a feltételeket teljesítve az ANTS, az engedélyt folyamatosan fenntartsa. Tehát az az örömteli hír, hogy gyógyfürdővel kapcsolatosan, ahogy megbeszéljük a város intézményeivel, onnantól kezdve jöhetnek a gyermekek, illetve megint a bakteriológiai eredmény, hétfőn vettünk
le, kerületi nap ilyen hétfőn vettük be, a héten várjuk az eredményt, és onnantól kezdve, hogy negatív eredmény megjön, a hétköznap is lehet használni a merencéket, tehát nem csak szervezett formában, hanem jöhetnek a családok nyilvánosságok. A képviselő úr másik bejelentése, ez az egészségfejlesztési iroda, amelyre a Szentesi Dr. Gúgy István Kórház és a Gyerekegyházi Közhasznú Egyesület konzorciumként pályázott. Jó pályázat, győztesebb pályázat a projekt címe, a kezedben az életed, 125 millió forintot kapott, nyert ezzel a konzorcium, amelynek három fő eleme van. Az egyik fő eleme az, hogy egy egészségfejlesztési iroda fog épülni, amely rendelőintézet tetőterében lesz majd megtalálható. Nyilván a projekt szeptember 1-el indult most, és hát folyamatában ki fogják alakítani ezt az irodát ebből a 125 millió forintból. A másik fő része az, hogy olyan speciális egészségmegőrző programok másfél éven keresztül támogatva lesznek, amelyek városban vagy vannak már, vagy létrehozzuk ezeket a programokat. És a harmadik, hogy szűrőnapokat fog tartani a pályázat keretében ez a konzorcium. Az egészségfejlesztési irodában olyan munkatársak fognak majd ülni, akik főleg betegirányításban fognak segíteni az embereknek, tehát azok a panaszok, amelyek esetlegesen meg vannak bizonyos emberek, hogy nem tudják hova forduljanak, illetve szeretnék, ha folyamatosan karba tartanák őket, a irodamunkatársaik megkereshetik majd, és ők állnak rendelkezésükre. A speciális programok közül itt egy párat felsorolok, szív-érrendszeri betegség, dohányzás megelőzés, alkohol megelőzés, étrendi tanácsadás, testmozgás tanácsadás, tehát mind én nem sorolnám most föl, teljesség igénye nélkül, mind az egészséghez kötődő program, daganatos klubok, szülőklub, tehát azért mondom, hogy mind olyan, amely az egészség megőrzésében nagyon fontos. Ez valahol Svédország, illetve a skandináv modell, indult el, hogy megelőzni mindenfajta bajt, mindenféle betegséget, és inkább egészségben neveljünk, mint hogy a gyógyítás drága oldalát vegyük igénybe, és ezt a célt szolgálják ezek a programok. És a szűrőnapokról még annyit el kell mondani, hogy 10 szűrőnap lesz ebben a programban. A 10 szűrőnapból 7 települési szűrőprogram lesz, és 3 pedig a kórház kereteiben fog megvalósulni. Itt a Vörös Kereszt is fog segíteni a szűrőprogram szűrési napoknak a létrehozásával. Úgyhogy ez a két olyan hír, amit úgy éreztünk, hogy el kell mondani, meg kell osztani a nyilvánossággal. Nyilván mind a kettő, a város és a kistérség reméljük, hogy nagy örömét fognak szolgálni. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen.